Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és most kicsit SBC-zgetni fogunk itt a World Cup módba. Szerintem a World Cup módba, tehát a VB módba. Itt a SBC-k vannak. Van ilyen basic sbc ugye ez napi, ez a Substitution. Van ez a Confederation, ez ugye csak lóvét ad, ezeket fogjuk megcsinálni. Igazából ezeknek sincs semmi értem, de hát már itt állnak, nem tudom, két vagy három vagy négy hete, nem is tudom mióta állnak itt. Lassan, ja, lassan négy hete itt állnak. Úgyhogy megcsináljuk, összesen adnak, azt hiszem, 50 ezer coint, és abból majd három a draftról Alex. Így beszéltük meg, hogy nem pakkozzuk el, hanem majd draftol, és akkor úgyis több pak fog abba kijönni a draftokban. Akkor vannak ilyen slash bc k ugye minden csapat kapott egy ilyet. Hát nem tudom. Az a baj, akik sokat pakoztak, azoknak, a, ezek a játékosok mind megvannak. Nekünk is megvan már ez a Hammers. megvan a Degel, megvan a Salah. Úgyhogy ezeket nem is tudom, miért csinálnánk meg. Meg ilyen szarkagaváért -er, miért, áldoznék be, 2000 koinért miért áldoznék be, mit tudom én, 11 japán játékost. Ezek olyan idióta sbc szerintem. Ráadásul ez a Benátét is simán kinyitottuk egy ilyen szar lófaszpakból, úgyhogy ezek ilyen kreténes sbc szerintem. Mondjuk ez a Portugál talán megérné, csak ugye ahhoz kéne sok portugál játékos levált, és kinyitottuk rögtön az első héten, úgyhogy tök feleslegesek ezek az sbc de olyan szart adnak ilyen kevés lóvé, meg egy játékos, ugye, degát is kinyitottuk, tehát ezek az sbc nem is tudom, ez, ez csak annak jó, akinek van szóval ezt is kinyitottuk, akiknek van egy csomó felesleges játékos, aztán ugye van Nikon sbc ből majd csinál Alex nem sokára még egyet, úgyhogy ezeket a Confederation SBC-ket most lezavarom, ugye, öt kontinens, azt ennyi. Első ugye az Európa, de Európai játékosok keltek. 92-es lett az összhangunk, és ugye 80-as a rating. És tudom, itt igazából beáldozható minden az összes játékos, aki itt van, egyik se kell. És tudom, ez ki is. Ja, kell híri, csak 81-es ló. Hát ezek nem kellnek tényleg. Úgyhogy elnyomom, aztán jöhet a lóvé. Aztán majd mehet a draft, srácok. Lehet, hogy a draft építést is meg fogjuk mutatni legközelebb itt a World Cup módba. Legalább egy pakot adhatna még, hogy lejjebb mit kibontani a videó végén, de hát... Uh, nem, na hát uh, Dél-Amerika, Dél-Amerikai játékosok kellettek, ugye 80-as rating, 90-as kemi az is kijött. Hát kellett alkítani egy játékos, ezt a maszkeránot, meg ezt a jobb szélsőt, és itt is olyan játékosok vannak, hogy... Rohó egyébként fölment. Ó, akkor ezt le kéne cserélni, nem? 84-es rohót nem kéne beáldoznunk. Beáldozom ezt a... Most tudom ki ez. Jemel, Hemerson, vagy fogalm nincs ki, szóval akkor inkább legyen ő. Akkor Rohó upgrade elődött, lol, meg jó, hogy észrevettem. Itt van ugye Hulk. Nincs már benne az Ultimate team mert a kínai ligába játszik. Innen senki nem kell, Fabinho se, meg úgy isteni, igazából senki. Úgyhogy nyomjuk el. Ez is ad 12 ezer Majdnem egy draft. Harmadik ugye Közép és Észak-Amerika, ez csak 8000 coint ad. Ide ugye Észak és Közép-Amerikai játékosok kellettek, 73 csak a rating, ott elég szarjátékosok vannak, ugye ilyen Panama meg. Hát szóval tudjátok, hogy ilyen, ilyen fors játékosok. Tehát abból nincs magas rating igazából. 90-es chemistry is kijött, bőven, úgyhogy innen se kell senki. De betettem egy cd et mert nem volt azt hiszem védőnk, meg felvitte a ratinget is. És akkor Észak és Közép-Amerika is elkészült, 8000 coint ad, ahogy már mondtam. Afrika, a fekete kontinens, 75-ös rating, 90-es kemény, meg lett simán. Ide azt hiszem egyetlen egy csatárunk volt, ez a nem tudom kicsoda. Így se tudom, hogy megnéztem. Itt is én alacsony rétingű játékosok simán befértek, ugye. Nyomjuk el a 10.000 coint. És akkor Ázsia maradt már csak 8000 coinért. De ázsiai játékosok kértek 73-as rating, 90-as chemistry. Ez is bőven kijött, úgyhogy de ilyen japán, meg koreai, ausztrál játékosok vannak, ugye. Úgyhogy itt erről sem tudok sokat mondani, srácok, elnyomjuk. És akkor az így befolyt 50 ezer coin hiszen most ezzel az ázsiai SBC-vel megvan az 50 ezer coin. Ezt majd szépen eldraftolgatja Alex. És akkor ez a Confederation elkészült, ezzel már nem kell többet foglalkozni. bézikek is készenek vannak, nation szerintem nem fogjuk megcsinálni, mert pénzkidobás, játékos kidobás igazából. a sok játékosunk lesz, némelyiket megcsináljuk majd, de hát ahhoz gyakorlatilag minden uh, csapatból 9 11 játékos, az meg úgy elég meleg, tehát szerintem az nem fog összejönni soha. Na, tetszett ez a kis lóvégyűjtős uh, SBC-zös videó itt a World Cup módba dob rá like én a csipi voltam, de Alex is itt figyelt hátul, csak én most épp telefonozott, azért csináltam én ezt a SBC-t. Szevasztok!